Sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődők előadásunkon. Az esemény szorosan kapcsolódik az egyetemi könyvtár most egy éves születésnapját ünneplő új gyűjteményéhez, amely a Science Siesta, vagy röviden csak Siesta névre hallgat, és az élet és természettudományok körében kínál ismeretterjesztő műveket. A negyedik emeleti olvasóterem hátsó részében most már több mint 5 témakör alapján válogathatnak az érdeklődők, biológia, egészség, tudománytechnika, környezet, junior, és több mint 680 könyv áll rendelkezésre. Reméljük, hogy önök közül már sokan ismerik a gyűjteményt, de aki esetleg még nem járt ott, azokat arra biztatom, hogy érdemes körülnézni. Nagy megtiszteltetésünkre elfogadta a felkérésünket dr. Deli Mária, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója és a Biológiai Barrierek Kutatócsoport vezetője. Az előadás körülbelül 45 perces lesz, az előadás közben is, vagy a végén nyugodtan, bátran tegyenek fel kérdéseket. Most pedig fogadják szeretettel dr. Deli Máriát. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm, hogy itt lehetek most, és egy kicsit beszélhetek a tudományos témáról. Ami az egyik legkedvesebb, vagy szívemhez legközelebb áll, és ez a viragygát. Mielőtt azonban belecsapunk a viragygát témájába, szeretnék egy pár szót beszélni még magamról, illetve elmondani azt, hogy honnan indultam, és kiknek köszönhetem többek között, hogy itt lehetek. A tanulmányaimmal kezdve a Sárvári Gimnáziumban egy rendkívül kiváló, meghatározó biológia tanárom volt, dr. Kármic József, sajnos már nincsen közöttünk, de azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akit fölkészített az orvostudományi pálya elindításához. Ide jártam Szegedre az egyetemre, és hallgató koromban már nagyon érdekelt a kutatás, illetve nagyon érdekelt akkor elsősorban az immunológia, és Mánévet professzorasszony csoportjához csatlakoztam, és ő volt az, aki a kutatás alapjaival megismertetett. A diplomám megszerzése után nagyon rövid ideig egy kutató cégnél dolgoztam, egészen addig, amíg a gazdasági rendszer megnehezedése miatt a cég tönkre nem ment, én pedig állás nélkül maradtam, és akkor kerültem 1990-ben a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Jó Ferenc professzor úr laborjában, és aztán ez volt az a laboratórium, ahol tulajdonképpen a mai kutatási területemet megismertem. A PhD fokozatom megszerzése után gyakorlatilag egy nagyon szoros kutatási kapcsolat alakult ki Japánban, Nagasakiban, a Nagasaki Egyetemen, Masamiyi a professzorúra, és nagyon büszke vagyok, mert ez az együttműködés most már 22 éve folyamatosan tart. Most már nem a professzorúval dolgozom együtt, aki időközben nyugdíjba is megy, hanem már az ő tanítványaival, akit amikor én még megismertem, még hallgatóval. Úgyhogy ez egy ilyen tudományos tapéta, hogyha így gondoljuk. Minden mást egyébként Krisztina nagyon kedvesen elmondott róla, úgyhogy hálásan köszönöm neki a kedves bemutatást. Felmerül a kérdés, hogy mi is az a viragygát, illetve egyáltalán mióta tudják, hogy sejtik, hogy van olyan fogalom, hogy viragygát. Itt meg kell ismerkednünk Paul Ehrlich professzorúval, aki korának egy kiemelkedő tudósa volt, ő volt az egyik első Nobel-díjjal jutalmazott természettudós, és ott annyira nagy becsben tartották, hogy ugye amikor még volt 200 német márkás, akkor nem királyt vagy politikust, zenészt vagy esetleg írót tettek rá a 200 márkás bankjegyre, hanem Paul Ehrlich képmását, sokat köszönhetünk neki, ő az immunológiának is és a gyógyszerkutatásoknak is úttörő alakja volt. Az ő laboratóriumában, és nézzük meg, jó régen, tehát 1885-ben figyelték meg azt, hogyha
kísérleti állatuknak, ez itt egy kísérleti egér vagy kísérleti patkánynak a kis rajza, befecskendeztek festéket mondjuk a falukrénájába, akkor ez a festék az állat testének szöveteit megfestette, azonban az idegrendszerét, ez a kis pöttyöcske, ez nem a szemek, hanem ez az idegrendszer próbálja ábrázolni, azt nem festette meg. Paul Ehrlich, tehát ugye mindig van egy megfigyelés, és a megfigyelés alapján egy kutató mindig felállít egy elméletet. Az ő elmélete az volt, hogy lehetséges, hogy azért nem festődik meg az idegrendszer, mert esetleg az idegrendszer valamiért a festéket nem köti meg. Hoppá! Egyébként magát ezt a Paul Ehrlich féle festéket illusztrálom egy ábrával. Ez egy patkány fejének a keresztmetszete, és itt látjuk a szaglóhalmot, itt pedig magát az agyszövetet, és azt is látjuk, hogy ez a kis finom, vékony réteg itt a rostacson, amin a szaglógumóból gyakorlatilag a szagló ideg rostjai ugye átjutnak a szaglóhám felé. Amit még megfigyelhetünk ezen a képen, hogy ezek az állatok, amelyek szintén festéket kaptak, fecskendezve a farokvénába, sárgára és zöldre festődött a festék miatt. Ezeknek a szagló hámnak és a légző hámnak a szövete, de ha megnézzük az agyszövetet, akkor a szép ilyen teljes kávé színű maradt, oda a festék nem jutott. Tehát Paul Ehrlich azt mondta, hogy lehet, hogy a festék valamiért nem kötődik az agyszövethez. Igen ám, de 1913-ban Edwin Goldman, szintén Németországból a következő megfigyelést tette. Ő azt mondta, hogy jó, próbáljuk bebizonyítani, hogy tényleg a festéket nem köti meg az idegrendszer szövete, tehát fecskendezzük be a festéket, de most az agyvíztérbe. És akkor azt látta, hogy a festék bizony az agyszövethez kötődni tudott, tehát itt nem egy ilyen kötődési problémáról van szó, viszont azt is megfigyelte, hogyha közvetlenül az agydísztérbe juttatja, az idegrendszerbe juttatja a festéket, az nem megy át a szervezet többi részébe. Most nagyon elgondolkodunk ezen, hogy akkor mi lehet az ok, akkor megfogalmazták, hogy biztos van valami, ami a vér meg az idegrendszer között van, és nem engedi át az anyagokat az egyik helyről a másikra. Egészen 1967-ig kellett várni arra, hogy rájöjjenek, hogy mi is az, ami nem engedi át a vérből az agyba, például a festéket, vagy esetleg majd később látni fogjuk az egyéb dolgokat. Mégpedig az elektronmikroszkópia fejlődésével vált lehetővé, hogy megállapítsa az Egyesült Államokban két kutató, úgy hívták őket, hogy Dr. Reese és Dr. Karnowski, és ők egy olyan kísérletet végeztek, amiben megismételték Paul Ehrlichnek az eredeti kísérletét, illetve a Goldman által végzett kísérletet, csak most már elektronmikroszkóp szintjével nézték az anyagokat. Amit itt látunk, az egy gyönyörű, szép, fekete csapadék réteg. Ez volt az a jelző anyag, amit bejuttattunk a patkányok farokvénájába, és azt látjuk, hogy ennél a sejtrétegnél ezek a bizonyos T-jével jelzett úgynevezett szoros kapcsolatok azok, amik a csapadékot megállítják. Tehát az érnek a belsejéből ez a csapadék nem tud átjutni a sejtek mögé az agyszövetbe. Ezek a sejtek, amelyek az erek falát alkotják, ezeket magyarul úgy hívjuk, hogy belhám sejtek, vagy úgy hívjuk, más néven úgy hívjuk őket, hogy endotér sejtek, és ezek a csodálatos sejtek lesznek igazából ennek az előadásnak a legfőbb szereplő. Tehát, ha nagyon röviden akarjuk megfogalmazni, mi az a véragygát, a véragygát az agyi hajszál erek hálózata. Kutatók nagyon ügyesen, különböző vizsgálati módszerekkel kiszámolták, hogyha ezt a kis finom agyi hajszálér hálózatnak a kis darabkáit egymás mögé raknánk, az milyen hosszú lenne. Ez bizony nem más, mint 650 kilométer. Na mi van 650 kilométerre mondjuk Szegedtől?
Hát Budapest sokkal közelebb van, sok-sok út Budapestre. Ez még messze van. Például a horvát tengerpart. Tehát gyakorlatilag Szegedről le lehet autózni a horvát tengerpartra, hogy 650 km-t menjünk, és nagyon furcsa abban belegondolni, hogy ez a hosszúságú kapilláris hajszálér hálózat mindenkinek ott van a fejében. Bele van hajtogatva. Hogyha ezt a kapilláris hálózatot, hajszálér hálózatot szépen így kiteregetnénk, a kis darabkáit egymás mellé raknánk, akkor egy 10-20 négyzetméteres felszín kapnánk. 10-20 négyzetméteres felszín az akkor egy kisebb szoba. Azért az elég nagy belegondolni, hogy ez az a felszín, ahol mindenféle érdekes dolog történik a mi agysejtjeink és a vér között. Itt láthatjuk tehát, hogy a véragylatnak milyen a szerkezete. Tulajdonképpen ez a kép az előző elektronmikroszkópos képnek a kiegészítése és sematikus ábrája. Tehát azt látjuk rajta, hogy a halványzölden jelölt sejtek, ezek a kis endotél sejtek, gyakorlatilag, mint a saját farkába harapó kígyó, szépen magával gyönyörű kis kapcsolatokat, meg a szomszédos sejtekkel kapcsolatokat alkot, és látjuk, hogy ezt az endotél hálózatot, hajszálér hálózatot körbe öleli két másik fajta sejt. Az egyik sejtet úgy hívjuk, hogy pericita. Ez egy nagyon szép név, igazából mindent elmond. A cita az sejtet jelent, görögül, a perik az pedig azt jelenti, hogy körbe öleli. Tulajdonképpen ezek olyan sejtek, amelyek a hajszál ereket körbe ölelik a kis lábacskáikkal. És látunk itt még egy másik sejtípust, ezt kékkel jelöltük az ábrán. Ezek tulajdonképpen végtalpak, mégpedig az úgynevezett glia sejteknek, a csillag alakú glia sejteknek a végtalpai. És ezek is körbe burkolják ezeket a hajszál ereket. Tehát úgy kell elképzelni, mintha lenne egy csőhálózatunk, és az két különböző rétegű, mondjuk szigetelő szalagtekercsel mi körbe burkolnánk, tehát ez is ennek a hajszál érhálózatnak a falát alkotja. Ha most láttuk azt, hogy ez a legalább három sejtípusból álló hajszálér hálózatnak az igazi, hát hogy mondjam, fizikai gát működését a sejtek közötti kapcsolatok hozzák létre, amelyekről majd beszélek később, de tulajdonképpen, ami még fontos a véragylátról, hogy négy fő működése van. Az első működése az, hogy az agy működéséhez megteremtse a megfelelő környezetet, a másik az, hogy bejutassa a tápanyagokat, a harmadik az, hogy megvédje az agyunkat a károsanyagoktól, illetve ez az a felszín, ahol az agy és a szervezetünk többi része között egy információ átadás történik. Tehát ha például éhesek vagyunk, és mondjuk a gyomrunkban vagy a bélrendszerünkben keletkeznek olyan kicsik kis jelző anyagok, amelyek az éhség során felszabadulnak, ezek a véráramban elutazva átmennek a véragygáton, bejutnak az idegsejtekhez, és mondják nekik, hogy éhesek vagyunk, tehát most már például reggelizni kellene. Ennek az információ átadásnak az egyik kulcsfontosságú, hát szereplője a véragygát. Na de ugye az volt az előadás címe, hogy védelmezője a véragygát az agynak, tehát beszéljünk arról, hogy hogyan is történik ez a védelem. Az előbb már említettem, hogy elektronmikroszkópiával megfigyelhető, hogy annyira szorosan kapcsolódik egymáshoz két endotelsejtnyúlvány, hogy látjuk, hogy nem nagyon van köztük hézag. Ezért hívjuk ezeket a kapcsolatokat, sejtkapcsolatokat, szoros kapcsolatnak. Azt is tudjuk már, hogy ezek azok, amelyek például kívül tartják az ilyen nagyon-nagyon csúnyán kinéző baktériumokat, vagy például az ilyen szintén nagyon csúnyán kinéző vírusokat, ez például az úgynevezett étszer, tehát a szerzett immunbetegséget okozó HIV vírusnak az elektronmikroszkópos képe. Ezek a szoros kapcsolatok azok, amelyek nem engedik be például a baktériumokat vagy a vírusokat a sejtek közötti résen keresztül az idegrendszerbe.
nézzük meg, hogy aztán milyenek ezek a kapcsolatok, hogyha jobban megfigyeljük őket. Azt látjuk, hogy ezeket a kapcsolatokat különböző fajta fehérjék alkotják, amelyek a sejtek hártyájában ülnek, és képesek egymással szorosan összetapadni. Úgy képzeljük el ezt, mint a tépőzárat. A tépőzárnak is van két oldala, az egyik oldalon pici karmocskák, a másik oldalon pici bolyhocskák, hogyha a karmocskák és a bolyhocskák összetalálkoznak, akkor azok összehúzzák a két oldalát. Itt is úgy kell elképzelni, hogy ezek a fehérjék tulajdonképpen a biológiai karmocskák és bolyhocskák, amelyek a sejteket összetartják. Ez minden sejtünkben így van, de a véragygátón ez sokkal-sokkal erősebb, mint a többi szervünkben. Hogyan működnek? Mit is hoz létre ez a fajta biológiai nevezzük biológiai tépőzárnak? Egyrészt úgy működik, mint egy kapu vagy egy ajtó. Itt most egy előadás van, becsuktuk az ajtót, ezzel jeleztük, hogy most nincs bejárás, szabad bejárás az ajtón, tehát ez a tépőzár a két sejt közötti utat becsukta, nem engedi át sem a sejteket, ugye mondtam, hogy ez a kórokozók elleni védelem, de bizony még a kisebb molekulákat sem, sőt, az ionokat sem, tehát egészen picike ionokat sem, ezért tudunk például magas ellenállást mérni egy véragygát rétegen keresztül. De más is csinál még ez a tépőzár, úgy kell elképzelni, hogy teljesen körbekeríti a sejteket, és ezzel két különböző sejthártya felszínt hoz létre, az egyik a vér felé néz, a másik az agy felé néz, és ez a két réteg nem engedi meg, hogy a vér felől, meg az agy felől levő különböző működésű fehérjék egymással keveredjenek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy réten vagyunk, és kerítéssel választjuk el mondjuk a fehér bárányokat, meg a fekete bárányokat. Beszéltünk arról, hogy a véragygát fizikai védelmet biztosít ezekkel a sejt közötti szoros kapcsolatokkal. De emellett még ezek a szállító fehérjék, amelyek például a vérfelüli oldalon vannak, kémiai védelmet is biztosítanak. Hiszen nem csak kórokozók juthatnak a vérbe, hanem esetleg mérgező anyagok is. Amit a képen látunk, egy római istennek a portréja, és ugye nagyon jellegzetes, hiszen két arca van, tehát ő Janus, bizony. A Janus egyik arca a jó oldala, hogy a mérgező anyagoktól megvéd a véragygát bennünket, és megvédi az idegrendszerünket, viszont ugyanazok a mechanizmusok, amelyek a védőfunkciót látják, azok bizony korlátozzák a gyógyszerek agyba jutását, és ez lesz majd a második része az előadásunknak. Ahogy a biológiai tépőzárat is fehérjék alkották, ezt a kémiai védelmet is fehérjék látják el, ezek különleges úgynevezett pumpák, mégpedig úgy hívjuk őket, hogy efflux pumpák, vagyis kifelé történik a pumpálás, és ezek azok a fehérjék, amelyek elkapják a mérgező anyagokat, és utána visszadobják a vér felé, nem engedik, hogy a sejt hártyáján keresztül bejussanak az agyba. Jó, ezt mind csinálja a véragygát. Na de hogyan tudjuk vizsgálni, vagy hogyan tudjuk modellezni? A véragygát modellezésének egyik úttörője volt az én mentorom, Jó Ferenc professzor, aki az SZBK-ban, kint Újszegeden, 1973-ban először dolgozott ki arra egy eljárást, hogy hogyan lehet agyszövetből ilyen szép kis hajszál ereket izolálni. Ez az egyik első preparátum, amit én izoláltam agyszövetből, és mikroszkópon keresztül vizsgáltam és fényképeztem. Ez egy nagyon jó módja annak, hogy vizsgáljuk a véragygátat, mert meg tudjuk nézni, hogy milyen fehérjék találhatunk, fejeződnek ki ezekben a sejteken,
milyen gének működnek benne, tehát mi a genetikai kódolása. De ha mondjuk egy gyógyszerátjutást akarunk vizsgálni, arra ez azért annyira nem alkalmas egy ilyen hát kapilláris rendszer. Még egy fontos dolog, mielőtt még a véragykátnak a modellezésébe hát belefognál, hogy a véragykát tulajdonságai azok egy kölcsönhatás során alakulnak ki. Tehát a különleges pumpafehérjék, szállítófehérjék, a szoros kapcsolatok, és például azok a jelfogó rendszerek, amelyek a kapilláris sejteknek a membránjában ülnek, és mondjuk fogják azokat a molekulákat, amelyek azt mondják, hogy éhesek vagyunk, vagy szomjasak vagyunk, ezek a hajszál erek közül csak az agyban találhatóak meg, teljesen mások a hajszál erek, mondjuk a májban, vagy a tüdőben. Ez azt jelenti, hogy mindegyik szervünkben a vér ereknek a sejtjei más és más tulajdonsággal rendelkeznek, mert más és más feladatuk van. És ezt a különleges működést, ezt azért tudják ellátni, mert a többi sejt, ugye beszéltük, hogy a gliasejtek végtalpai, a periciták, vagy az idegsejtek, azok párbeszédben állnak ezekkel a sejtekkel, és megmondják nekik, hogy ezt a feladatot kell ellátni, segítünk benneteket, hogy ezeket a fehérjéket mind fejezzétek ki, és ezt a működést el tudjátok látni. A modellezéshez többek között készíthetünk sejttenyészeteket, és ez az egyik lehetséges módja, hogy hogyan állítunk elő ilyen tenyészeteket, tehát az agyszövetből különböző emésztés és centrifugálás után nyerünk egy olyan réteget, amiben már csak a hajszálerek vannak, ebből pedig tudunk megfelelő tenyésztési körülmények biztosításával endotélsejteket, meg pericitákat tenyészteni, illetve tudunk másik módszerrel, agyból gliasejteket is nyerni. Aztán pedig, amikor a három sejtípusunk megvan, akkor elhoztam és magammal, és meg is tudom majd mutatni. Szerintem megkérem Gergőt, hogy segítsen nekem, és adja körbe ezt a kis lemezkét, ami mutatja azt, hogy tenyésztő lemezekben ilyen kis picike betéteken tudjuk megvalósítani a tenyészetes modellünket. Van egy porózus membrán ezeknek a kis hengereknek az alján. Erre a membránnak a két oldalára rakjuk, rátenyésztjük a sejteket, és ezzel tulajdonképpen a harmadik sejttípus az gyakorlatilag a tenyésztőlemez aljába kerül, az egész rendszerünk tápfolyadékban van, ez most csak egy száraz bemutató lemez, amit mindenki megnézhet, meg megtapogathat, és tulajdonképpen, hogyha megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy a három sejt pontosan ugyanolyan anatómiai sorrendben helyezkedik el a mi tenyésztőbetétünkön, mint ahogy a fejünkben is megtalálható, endotélsejt, pericita és gliasejt. És azért jó ez a tenyészetes modell, mert a tápfolyadékban a sejtek tudnak egymással beszélgetni, tehát hogyha kiválasztanak jelzőanyagokat, azt a többi sejt érzékeli, és ezzel egymást tudják befolyásolni. Mire alkalmas egy ilyen három sejtípusból álló véragykát tenyészetes modell? Nagyon sok mindenre, és tulajdonképpen ez az a modell, amin dolgozunk, és amivel a különböző kísérleteinket végezzük. Hát először is meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen sejtes kölcsönhatások lehetnek, mi van akkor, hogyha a tenyésztő betéten mondjuk az endotél sejtek csak magukban vannak, hát akkor szomorkodnak, mert nincsenek ott a barátaik, családtagjaik és rokonaik, és nyilván ezekre szükségük van, ezért jobban szeretik, ha ott vannak a periciták, mert akkor már tudnak velük beszélgetni, ha meg ott vannak a gliasejtek is, akkor aztán végképp nagy a boldogság. Tudjuk azt is vizsgálni ezzel a modellrendszerrel, hogy hogyan jutnak esetleg át gyógyszerek az egyik oldaláról ennek a tenyészetes rendszernek a másik oldalára, és ahogy korábban mondtam, azt is tudjuk vizsgálni, hogy például
mondjuk egy baktériumsejt, parazitasejt, vagy egy vírus, hogyan jut át ezen a sejtes rendszeren. Miért fontos ez? Hát megfertőzheti az agyunkat, mondjuk baktérium, vagy vírus, vagy parazita? És a válasz az, hogy sajnos igen, hiszen mindenki hallott már agyhártyagyulladásról, agyvelőgyulladásról, vírusok is tudnak ilyet okozni, baktériumok is tudnak okozni, vagy például kinek van otthon cicája, kezeket föl? Igen. Ó, biztos nem egy cica van, kettő legalább, vagy még több is. Akinek például cicája van otthon, az tudja, hogy sajnos a cicáknak lehet toxoplazma fertőzése, ezért aztán nagyon oda kell figyelni rá, hogy ne legyen ebből baj, mert hogyha valaki, aki még nem, és ennek következtében egyébként a cicatartó nemzetek zömében a lakosság legnagyobb része toxoplazma fertőzésen már átesett. Meggyógyult, nincs semmi baj. Baj akkor van, hogyha valakinek nem volt még ilyen fertőzése, terhes lesz, megkapja a fertőzést, és bejut ez a bizonyos kórokozó a szervezetébe, mert akkor sajnos a magzatot súlyosan károsíthatja, illetve baj akkor van, hogyha valaki úgy kap egy ilyen fertőzést, hogy az immunrendszere nincs fölkészülve rá. Például azért, mert mondjuk valami másik betegsége van. Tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon nagy probléma a HIV, az éjces betegekben a toxoplazma fertőzés, hiszen az ő immunrendszerüket a vírus tönkre teszi. Vagy, mondjuk egy másik példát, valaki például szervátültetést kapott, folyamatosan immungyengítő gyógyszereket kell szednie, az ő számára egy ilyen fertőzés borzasztó súlyos lehet. Tehát nekünk azért fontos ezeket vizsgálni, mert bizony ilyen betegségek előfordulhatnak, és nekünk fontos azt tudni, hogy hogyan történik egy ilyen fertőzés, mondjuk ezek a kórokozók hogyan jutnak át ezeken a vérrajtán sejteken. Ezen kívül van még egy olyan kutatási irányunk is, amiben megpróbálunk idegrendszeri betegségeket modellezni. Elég sokat foglalkoztunk olyan kísérletekkel, ahol az Alzheimer-kór kiváltásában szerepet játszó ragacsos fehérjét, az úgynevezett amiloid fehérjét néztük. Ez az amiloid fehérje sajnos elpusztítja, megöli az idegsejteket, és a vizsgálatainkban kimutattuk, hogy nem csak az idegsejteket pusztítja el, de sajnos a vérajgát sejtjei is nagyon érzékenyek rá, a vérajgát sejtjeit is károsítani tudja. A jó hír viszont az, hogy nem csak azt vizsgáltuk, hogy hogyan károsítja a sejteket, azt is néztük, hogy mivel lehet megvédeni a vérajgát sejtjeit, és sikerült azt kimutatni, hogy a halolajnak az egyik összetevője egy többszörösen telítetlen zsírsav, aminek az a neve, hogy dokozahexaénsav, ennek a rövidítése az, hogy DHA, de hogyha csak azt mondom, hogy halolaj kapszula, akkor azt már nyilván sokan ismerik, vagy esetleg próbálták is. Tehát ennek a halolaj kapszulának az egyik összetevője meg tudta védeni a sejteket ettől a károsító fehérjétől. Tehát ezt mind tudjuk vizsgálni ezzel a modellel. Most viszont bemutatnám azt, hogy hogyan tudjuk gyógyszervizsgálatokra használni ezt a modellrendszert. Tehát úgy kell elképzelni, hogy itt vannak a tenyésztőbetétek, a tenyésztőbetétben folyadék van, betesszük a vizsgálni kívánt anyagot az egyik oldalra, a tenyésztő betéten a sejtek fölé, és akkor utána különböző idővel nézzük, hogy mennyi molekula jutott át a sejt rétegeinken. Ilyen vizsgálatot végeztünk, hiszen én most mondhatom azt mindenkinek, hogy ez egy nagyon jó módszer gyógyszervizsgálatra, na de messziről jött ember azt mondta, amit akar, nem? Akkor nekem igazolnom kell azt, hogy már pedig ez tényleg így van. Hogyan tudjuk ezt igazolni? Úgy tudjuk igazolni, hogy például van ott japán együttműködő partnereink, akik egereken megnéztek 19 anyagnak az agyszövetbe való bejutását. Mi pedig
megvizsgáltuk a tenyészetes modellen olyan ennek a 19 anyagnak az átjutását egyik oldalról a másikra. Kiszámoltuk az átjutási együtthatókat, és gyakorlatilag a két eredményt összevetettük. És azt kaptuk, hogy az az anyag, ami nem jut át az egerekben, az nagyon alacsonyan jut át a mi rendszerünkben, ilyen például a digoxin, ami egy szívgyógyszer. És az az anyag, ami mondjuk nagyon átjut az egerekben, például a koffein, a kávénak az egyik élénkítő hatóanyaga, az bizony nagyon átjutott a mi modellünkön is. És ezt miután megcsináltuk 19 anyagra, és jó egyezést találtuk, akkor mondhatjuk azt, hogy lám-lám, tényleg lehet ezt a rendszert használni arra, hogy ilyen kis tenyésztő betéteken vizsgálatokat végezhessünk. Na de a fejlődés nem áll meg. Mindenki hallott már talán a csipekről, vagy a lapkákról, meg arról, hogy egyre kisebb és egyre miniatűrebb modelleket vizsgálnak most már a kutatók, és mi is elhatároztuk, hogy egy új mikroelektronikai eszközt állítunk elő a véragygát kutatáshoz. Az eszközünk, amiből egyébként hoztam egy másikat, úgyhogy a Gergőt megint megkérem, hogy segítsen nekem, és indítsa el a csipeszközt körbe. A következő részei vannak. Két üvegtárlemezt, aminek a belső felére aranyelektródákat lehet ráporlasztani, közé ilyen fényre megszilárduló műanyagból kis csatornákat készítettünk, és a csatornák közé helyeztük azt a fajta kis pórusokkal rendelkező kis membrán, mint ami a másikba a kis hengernek az alján volt. Tehát tulajdonképpen egy két csatornás rendszert hoztunk létre, a világos kék a felső csatorna, a rózsaszín az alsó csatorna, de ez olyan csoda egy rendszer, hogy itt már az előbb említett elektromos ellenállás mérés gyakorlatilag most már folyamatosan tudjuk végezni ezen a rendszeren. Amivel viszont sokkal többet tud az új csipecske, ami már arra körbe jár, hogy a két belső vagy a két külső nyíláson vagy kis csatorna nyíláson keresztül tudjuk áramoltatni is benne a tápfolyadékot. Miért kell ez nekünk? De hát hiszen a vér áramlik az eredben. Tehát szeretnénk olyan modellt, ami nem csak nyugvó, nem áramló folyadékkal történik a vizsgálat, hanem ami minél közelebb áll ahhoz, ami tényleg valóban a szervezetünkben lezajló folyamatokat tükrözi. Úgyhogy egy ilyen rendszert sikerült építeni, és ezen a rendszeren itt látjuk, hogy ugyanúgy a porózus membránon a tenyésztőbetéthez hasonlóan a csipben is, mert nem csak az egysejtes, hanem a teljes háromsejtes modellt is létre tudtuk hozni. Úgyhogy borzasztóan büszkék voltunk, és most is ezen a rendszeren, ezen a mikrofluidikai, mikroelektronikai rendszeren dolgozunk. Említettük ugye, hogy védő funkciója van az idegrendszer szempontjából a véragygátnak, és hát most jön a Jánusz arcnak a második arca, ami nem a védelem arca, hanem a gyógyszer bejutás korlátozás. Talán már többen hallottak arról, vagy akiket érdekel ez, és bővebben olvas erről, hogy előfordul, hogy egy-egy új hatóanyag a klinikai vizsgálat során lesz leállítva a továbbfejlesztése, vagy hogy már a klinikai vizsgálat történik, de mondjuk mégsem lesz egy új jelöltből végül gyógyszer. Ennek az oka kettős. Egyrészt az, hogy olyan mellékhatások lehetnek, amelyeket nem sikerült előtte kimutatni. Például előfordult már olyan, hogy mondjuk egereken biztonságos lett mondjuk egy új készítmény, egy új elemanyag készítmény,
De sajnos, amikor a klinikai vizsgálat során először önkéntesekbe befecskendezték, akkor bizony katasztrófa lett, mert kiderült, hogy a szervezetük mégsem bírta. Tehát ezek a váratlan és előre meg nem jósolható mellékhatások, ezeknek a vizsgálatoknak az egyik fő kudarcának egyik fő okai. A másik pedig az, hogy nem jutnak el a megfelelő helyre. Mégpedig azért nem jutnak a megfelelő helyre, mert az úgynevezett biológiai gátrendszerek ezt bizony megakadályozzák. Ilyen gátrendszer a gyomor és a vérrendszer, vagy ilyen gátrendszer például a véragyká. És ugye említettük, hogy a agyi védelem két fő tényezője az pont a szoros kapcsolatok, amelyek a fizikai védelmet biztosítják, és az úgynevezett efflux pumpák, amelyek a kémiai védelmet biztosítják. Na, pontosan ez a két fő mechanizmus az, ami miatt például nem jutnak be a lehetséges hatóanyagok az agyba, és ezért olyan nehéz kezelni az idegrendszeri betegségeket. Például az agydaganatokat, az epilepsziát, vagy az Alzheimer-t. Hiába lennének esetleg olyan hatóanyagok, amelyek mondjuk működnének a szíven, vagy működnének mondjuk egy másik, az izmon, vagy valami májon, vagy vesén, ugyanez sajnos nem igaz az idegrendszerre. A problémák ugye az, hogy a lehetséges kifejlesztett új hatóanyagok nem jutnak be, ugyanakkor tudjuk azt, hogy van, ami bejut. És itt azért a közönség is saját gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen az élvezeti szerek, mint például a cigarettában levő nikotin, vagy az alkohol maga, tehát a sörben, borban és egyéb más pálinkában levő etilalkohol, azok bizony bejutnak az idegrendszerbe. Ott a véranyagrend nem működik. Ezt az emberiség évezredek alatt kitapasztalta, hogy mi az, ami bejut. Mi az, aminek a véranyagrend nem jelent akadályt. Viszont a vízoldékony molekulák, vagy ahogy már korábban mondtam, az új típusú gyógyszerek, amelyek mondjuk ellenanyagok, enzimek esetleg, azok sajnos nem mennek át. Úgyhogy három fő lehetőség van arra, hogy ezt megváltoztassuk, vagy ezt javítsuk. Az egyik, hogy jó, hát akkor próbáljuk módosítani ezeket a gyógyszermolekulákat, mondjuk tegyük őket zsíroldékonyabbá, vagy próbáljuk meg ezt a véragygát funkciót módosítani, mondjuk nyissuk meg a szoros kapcsolatokat, vagy kerüljük meg a véragygátat. Bár ezt nem nagyon szokták szeretni a betegek, mert szerintem annak a gondolatára, hogy egy jó nagy tűvel valaki közvetlenül agyba szúrja a gyógyszert, szerintem mindenki összeborzad. És szerintem senki nem engedi ezt meg, ha csak nem muszáj. Úgyhogy azért az ilyen közvetlen agyi bejuttatás, azt gondoljuk, hogy azért sajnos azért az nem egy járható út. De a kutatások alapján lehet, hogy lesz mégiscsak megoldás. Ugye itt láthatjuk az agyi hajszálereknek a csodálatos endotérsejtjeit, látjuk, hogy a biológiai tépőzárak lezárják a sejtek közötti szabad bejutást. Ez a kettes út, ami ugye egy zárt út, itt bizony nem megy át semmi, mert ez a szoros kapcsolatot megakadályozzák. De látjuk azt is, az egyes utat, hogyha valami nagyon-nagyon zsíroldékony anyag, és akkor itt felsoroltam megint az élvezeti szerek egy részét, és ide tartozik kivétel nélkül minden kábítószer, azok akadéktalanul átjutnak a sejtek hártyáján, és a sejteken keresztül az idegrendszerbe. Pirossal kiemeltem azt, hogy a véragygát sejtjei olyan fehérjékkel is rendelkeznek, amelyek a tápanyagokat szállítják. Hiszen gondoljunk bele, hogyha ezek a sejtek közti kapcsolatok nem engedik be, hogy a sejtek közötti résen bármi bemenjen, akkor igazából az agyunkat kiéheztetnék. Ott maradna mindenféle tápanyag nélkül. És tudjuk azt, hogy a szőlőcukor, a glükóz az, ami az idegsejtek legfőbb tápláléka. Fontosak még az aminosavak, amelyekből a fehérjék felépülnek, és még olyan tápanyagok, mint például a tejsavak, vitaminok, vagy a nyomelemek.
ezek mind szállító fehérjékkel jutnak be. Tudjuk azt, hogy több mint 40 féle szállító fehérje van ezeken a csodálatos kis említi esetteken. Látjuk még azt is, hogy átjuthatnak hormonok vagy fehérjék, például az inzulin, amit ugye sokan a cukorbetegség kapcsán ismernek, hiszen itt olyan hormonról beszélünk, ami ugye érzékeli a vércukor szint változást, és segít a májsejtekben, meg a többi sejtben a vércukornak zsírokká való átalakulását, vagy lebontását. Például az inzulin is át tud egy megfelelő rendszer segítségével jutni ezeken a sejteken, de látjuk azt, hogy a gyógyszerek bizony a károsanyagokkal együtt kint maradnak a vérben. Szóval ezen mi elgondolkodtunk, hogy mit lehet tenni. És rájöttünk arra, hogy gyakorlatilag ezek a csodálatos szállító fehérjék, amelyek beviszik a tápanyagot az agyba, esetleg jók lehetnek arra is, hogy becsapjuk őket, és átcsempészünk velük valami hasznosat. Mégpedig ez az úgynevezett aktív célzott bejuttatás, tehát ha tudjuk a véragygátra jellemző szállítófehérjéket, ismerjük, hogy a szállítófehérjékhez mi kapcsolódik, akkor ezeket az anyagokat mi célzó anyagként használhatjuk, hogy esetleg nanorészecskéket juttassunk át. És bizony, ilyen kísérleteket végzünk. Szeretném megköszönni Porkolán Gergőnek ezeket a csodálatos rajzokat. Gergő bemutatta azt, hogy ha készítünk egy olyan nanorészecskét, amit úgy képzeljünk el, mint egy nagyon-nagyon icili-picili kis hólyagot, a hólyagnak van egy fala, a belsejével viszont be tudtunk csomagolni egy pirosan világító anyagot. Ha olyan kis nanorészecskéket készítettünk, itt ül Mészáros Marika, aki rengeteg ilyen nanorészecskét készített a kutatócsoportomban, amin van mondjuk egy aminosav, az alanin, vagy a glükóznak, a szőlőcukornak egy változata, vagy pedig egy picike 3-aminosavas peptid, vagy ezeknek a kombinációja, akkor azt látjuk, hogy a sejt rétegünkben, itt kékkel a sejtmagot mutatom, önmagába a nanorészecskét, ha hozzáadjuk a sejthez, a benne levő piros anyagot nem látom, mert a nanorészecske nem jutott be célzás nélkül. De ha egy dupla célzással, vagyis itt egy alanin aminosavval, meg egy glutatión nevű peptiddel egy ilyen kettősen célzott nanorészecskét adtam a sejtekhez, akkor a sejtekben megjelentek a becsomagolt piros anyagnak a jelek. Tehát be tudtam vinni a tenyésztett sejtbe azt az anyagot, ami magába vagy nem célzott nanorészecskével nem megy be, de a véragygát szállító fehérjeivel sikerült bejuttatnom. Tehát ez most az egyik legfrissebb kutatási eredményünk, ezt szerettem volna mindenképpen megosztani, tehát azon dolgozunk, hogy hogyan, ez most egyelőre egy modellanyag kísérlet volt, de azon dolgozunk, hogy olyan nanorészecskét csináljunk, ami kihasználja azt, hogy a szállító fehérjék rajta vannak a véragygát sejtjein, és megfelelő célzó anyagokkal bejutassunk majd terveink szerint gyógyszert. Egyrészt a véragygát sejtjeibe, illetve át a véragygáton keresztül az agyszövetbe, hogy ezzel esetleg jobban tudjunk majd segíteni az idegrendszeri betegségek kezelésében. Összefoglalva a mai előadásnak az anyagát, tehát bemutattuk azt, hogy a véragygát nagyon fontos, az agy működéséhez szükséges környezetet megteremti, az agyi hajszálerek juttatják be a tápanyagot az agyba, illetve védik őket a káros anyagoktól. Láttuk azt, hogy a véragygát megakadályozza azt, hogy a gyógyszerek szabadon bejuthassanak, és emiatt aztán sajnos nagyon nehéz sok idegrendszeri betegségnek a kezelése. Mutattam azt is, hogy a véragygát
működésének vizsgálatára, illetve a gyógyszerállítás vizsgálatára nagyon szép tenyészetes rendszereket és új mikrofluidikai eszközöket is előállítottunk, illetve az utolsó témánk az volt, hogy hogyan tudjuk mégiscsak bejuttatni azokat az anyagokat, akár gyógyszereket, amit szerethetnénk, és erre a célzott nanorészecskék ígéretes új jelöltek lehetnek. És most szeretném bemutatni a kutatócsoportnak és a tagjai, és ugye sokan már a régi hallgatóim közül vannak, akik velem tudtak maradni, és most már ők önálló kutatóként is közösen dolgozunk ezeken a témákon. Több PhD hallgató is van a csoportban. Mészáros Marika ugye az egyik közülük, ő ugye a nanorészecskés témán dolgozik, és hát sok egyetemi hallgatónk van, közülük a Gergő az, aki ugye itt ül köztünk, és hát nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatom ezzel a kutatócsoporttal, ezzel a csoporttal, hiszen a kutatás nem egy magányos, nem úgy kell elképzelni, hogy egy magányos farkas dolgozik egyedül egy kutató laboratóriumban, hanem ez bizony egy csapatmunka, amit irányítani kell. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a Tiszán a sárkányhajót, hogy van egy ember, aki dobol, aki megadja a ritmust, és a többiek pedig húzzák a hajóban az evezőt ahhoz, hogy ez a sárkányhajó behaladjon a célba. Nagyon büszke vagyok, hogy a csoportban a korábbi munkatársaim közül sokan már külföldi laboratóriumokban is dolgoztak, Egyesült Államokban, Dániában, Norvégiában, és hát várom vissza Walter Fruzsinát, aki jelenleg az Egyesült Államokban van, és hát nagyon remélem, hogy az év második felében sok-sok tapasztalattal fog hozzánk visszatérni, és tovább segíti majd, hogy a csapatnak a hajója haladjon. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, és várom a kérdéseket. Mindenki meg van illetődve, pedig nyugodtan lehet mindenféle. Igen! Hát olyan kérdésem lenne, hogy említettem a részecskét, hogy igen, a sikerült átjutott, hogy méret probléma is van, tehát hogy bizonyos méret fölött nem lehet beültetni. Mi az a mérettartomány, amit... Tehát a nanorészecskéknek melyik, tehát a nanoméret-tartománynak melyik részében van? Igen, tehát hogy melyiket még bele lehet jutatni? Tehát én amiről beszéltem, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye egy gyógyszer molekula nagyságát, mi ugye Daltonban, a kémiai Daltonnak megfelelően fejezzük ki, és kis molekulának, kicsi gyógyszer molekulának tekintjük azt, ami mondjuk egy 300-500 Daltonos tartományban van. Igen ám, de most már megjelentek az úgynevezett terápiás fehérjék. Nem véletlenül beszéltem ellenanyagról, lehet, hogy itt közöttünk is van, aki például kapott mondjuk reumatoid artritiszre mondjuk olyan ellenanyagot, ami bizonyos sejtkárosító citokineknek a hatását próbálja semlegesíteni. A 300-500 Daltonhoz képest egy terápiás ellenanyag 150 ezer Dalton. Tehát gondoljunk bele, hogy itt több nagyságrendű különbség van a bejuttatásnál. Vagy vannak például olyan kisgyerekek, akik sajnos enzimhiánnyal születnek, és mondjuk egész kicsi korukban, 1-2-3 éves korukban alakul ki nagyon súlyos idegrendszeri betegség, mert az ideg szövetben nincs meg az a bizonyos fajta enzim a sejtekben. Ezeket az enzimeket már elő lehet állítani. Tehát vannak gyógyszerformában, de ha mondjuk bejuttatják injekció-infúzió formájába, mondjuk a máj tüneteket meg tudják akadályozni, vagy a csonttüneteket, vagy más tüneteket, de ezek az enzimek sajnos a véráramból, pont a véragyák miatt ugye nem jutnak el az idegsejtekhez. És ezért történnek most ezek a fajta kísérletek és vizsgálatok, hiszen ilyen véragygáton már meglevő és működő hát folyamatokat, szállító fehérjeket, szállító utakat próbál mindenki célozni, és örömmel mondhatom, hogy az Egyesült Államokban már klinikai vizsgálatban van például egy úgynevezett fúziós fehérje, aminek az egyik része az az enzim, amit a gyerekekben szeretnének pótolni, a másik része pedig egy olyan
fehérje, ami mondjuk hasonlóan az inzulinhoz át tud menni a véragygáton, és hát nagyon sokat várunk ezektől a új vizsgálatoktól, mert tényleg ezt úgy, tehát egyébként ezeket a fajta, ezt a stratégiát, hogy ezeket a fúziós fehérjéket egyébként trójai falunak is szokták nevezni. Tehát mindenkinek úgy kell elképzelni, hogy ugye becsapjuk a véragygátat. Azt hiszi, hogy mondjuk azt az anyagot köti meg, ami mondjuk egy tápanyag vagy egy jelzőanyag. De azt nem veszi észre, hogy a tápanyaghoz vagy a jelzőanyaghoz rákötöttünk még egy fontos hát csomagot, amit magával át kéne vigyen. Tehát ez egy borzasztó új dolog, tehát azt kell elképzelni, hogy ezek a klinikai vizsgálatok múlt évben kezdődtek, még kint is. Tehát most ezek, azt mondhatom, hogy ennek a szakmai területnek tényleg a legfrissebb eredményei, amit így meg tudtam osztani, hogy ez az a legfrissebb, hát hogy mondjam, megközelítés, amit mi is dolgozunk. Ez a fúziós fehérjéről van egy kérdés, amit ha megbejutott a sejtből, vagy sejtődött a véregyáltal, akkor ott a... Együtt marad, vagy nem? Igen. Ez attól függ, hogy hogyan készítik el ezeket a fúziós fehérjéket, hogyha ha a kettő közé egy hasítható helyet, egy olyan kis összekapcsoló aminósav szekvenciát tesznek, amiben van egy enzim hasító hely, akkor az hasítható lesz, és akkor leválik egymásról, elválik egymástól az átvivő célzó rész, és az enzimes, hát terápiás rész. Tehát meg lehet ezt mondani így is. Nagyon szépen köszönjük!